Sziasztok! A következő percekben az aktív vagyonkezelésről fogunk beszélni, illetve azon belül az aktív alapkezelőkről, részvényalapokról lesz szó. A témát már többször érintettük egyébként, de nagyon sok befektető azt gondolja, hogy van arra módszer, és van arra lehetőség, hogy megtaláljuk a sikeres alapkezelőket. És ezek között a módszerek között a leggyakoribb az, hogy megkeressük a, a múltban sikeres alapkezelőket. Hiszen azt gondoljuk, hogy azok az alapkezelők, akik a múltban jó eredményt értek el, a szakértelmüknek köszönhetően a jövőben is jó eredményt fognak elérni. Tehát értenek hozzá, bízzuk rá a pénzünket, mert a múltban már ezt bizonyították, és a jövőben is ennek megfelelően fog alakulni majd az alapnak a teljesítménye. A témával kapcsolatban vannak vizsgálati anyagok, ezt most meg fogom neked mutatni, és abból nagyjából körvonalazódhat az, hogy milyen eséllyel találhatod meg a, a múltbeli sikerek alapján a, a jövőben sikeres befektetési alapokat. A problémáról annyit érdemes tudni, hogy az átlagos befektetési alap nem képes arra, hogy felülteljesítse az általa meghatározott benchmarkot vagy referenciaindexet. Ahogy láthatjátok ezen a, a grafikon, grafikonon, több ezer befektetési alapnak a, a több évre visszatekintő eredményei szerepelnek. 10-20 éves időtávot nézünk, gyakorlatilag a befektetési alapok 90-95%-a nem képes a felülteljesítésre. Ez egy Amerikai piacra készült vizsgálat, ez évtizedek évtizedes adatokat tartalmaz. akit ennek a részletei bővebben érdekelnek, nyugodtan keressen rá erre a, a vizsgálatra, és ott részletezve bővebben kifejtésre kerül. Illetve egyébként a témával kapcsolatban volt már egy előadásunk, a legjobb befektetés alap nyomában, ez volt a címe. Ha erre rákeresel, meg fogod egyébként ezt találni. Ebben megbeszéljük ennek a vizsgálatnak az eredményeit, meg azokat a módszereket, amelyeket egyébként a befektetők használnak és nem működnek, és szó lesz azokról a módszerekről, amelyekre van némi bizonyíték, hogy összefüggésbe hozhat egyébként a befektetés alapok jövőbeni teljesítményével. De most mi kifejezetten a, a szakértelem és a legjobb alapok irányából közelítjük meg ezt a problémát. Előzetesen még annyit elmondanék, hogy ugye eddig csak amerikai piacokról beszéltünk, létezik egyébként az európai alapokra is ilyen jellegű vizsgálat. Itt, itt láthatod, ez egy tíz éves visszatekintés, itt ebben a, az adatsorban csak tíz évet mentek vissza, Különböző kategóriákat látunk 1-32-ig, most akit pontosan érdekelnek ezek a kategóriák, annak megint csak ajánlom a figyelmébe ezt a, a vizsgálati anyagot, ez kifejezetten az európai piacokra vonatkozott, és csak nagyon rövid magyarázatot fűznék ehhez a, a grafikonhoz, azt láthatod, hogy különböző alapkategóriákban az elmúlt 10 évben az alapok mekkora része nem élte túl az időszakot, tehát ezt a 10 éves időszakot nem élte túl, abba az alapkezelést, ennek ugye számos oka lehet. Jól látszik, hogy különböző alapkategóriákban ennek az aránya 20 és 60 százalék között van. Aztán ott van narancsárgával az a terület, amely alapok túlélték a, a, ezt az időszakot, viszont alul teljesítettek, és amire oda kellene figyelnünk a, a zöld oszlopok, ezek mutatnák meg azt, hogy Túlélték a tíz évet, és sikerült felül teljesíteniük. Látszik, hogy kategóriánként nagyon nagy a szúrás, de, mi, de ebből is kiderül, hogy az alapoknak csak a töredékéről beszélhetünk, amelyek túlélték ezt az időszakot, és felül tudtak teljesíteni. Na de térjünk át a, a következő problémára, hogy a múltbeli teljesítmény előre jelzi, előre jelezheti azt, hogy a jövőben jól fog teljesíteni az alap. Befektetők széles köre fekteti be úgy a pénzét aktívan kezelt alapokba, konstrukciókba, vagy megnézi az elmúlt időszakban kik voltak a sikeresek. Ezzel gyakorlatilag az úgynevezett hot hand feleszi, vagy forrókész tévedésbe esünk, amit először egyébként a sportjátékokban, kosárlabdában mutattak ki, de Alapvetően az lenne ennek a lényege, hogy azt gondoljuk, hogy egy eseménynek a, bekövetkezése az nem véletlenszerű volt, de egyébként a valóságban az, és hogyha ez az esemény többször bekövetkezett, akkor a következő alkalommal ugyanez az esemény fog bekövetkezni, vagy nagyobb valószínűsége lesz annak, hogy ez bekövetkezik. A pénzügyek területére lefordítva, tehát azt hiszük, hogyha valaki sikeres volt az elmúlt időszakban az alapkezelésben, akkor a következő időszakban is sikeresen fogja végezni ezt a tevékenységét. Sajnos azonban azt mutatják a, a vizsgátok, hogy nincs erre bizonyítékunk, Azaz, ha megnézzük az alapokat, és ebben az adatkörben több ezer befektetés alapról beszélhetünk, és ketté választjuk ezt a mintát, és az egyik oldalon ott vannak az átlag feletti, vagy medián feletti hozamot hozó alapok. Ez megint csak ugye ezres nagyságrendű alap, ők tartoznak a top half kategóriába. Ha megnézzük ezeket az alapokat, hogy korábban ők a, ezek az alapok a top half kategóriában voltak, és hogy meg, mekkora részük kerül majd a következő években és a top half kategóriába, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a 37%-uk. Tehát, ha az alapján választanánk alapot, hogy sorba rendezzük a befektetési alapokat, és a legsikeresebbekből választunk, akkor nagyjából 37%-annak a, a valószínűség, hogy tényleg megtaláljuk a jövőben sikeres alapkezelőket, és 63% a valószínűsége annak, hogy nem fogjuk megtalálni. Hangsúlyoznám, ha hasonlítésszerűen választanánk, akkor 50%-os arányt kellene, hogy tapasztaljunk. Sajnos a vizsgálatokban az is kiderül, hogy ha nem top-half kategóriát nézünk, hanem a, a felső negyedet, tehát a, a legsikeresebb 25%-ot, akkor még rosszabbak ezek a, az arányok. És itt az utóbbi éveket tekinthetjük át. Je, itt 2020-tól kezdődően, Megnézhetjük azt, hogy egyes alapkategóriákban kategóriákban a, a legjobbak közé bekerült alapok, tehát a, a legjobb negyedbe bekerülő alapoknak következő évben csak a 4%-a a -a maradt a, a legjobb negyedben, a következő évben már egyetlen egy alap se került a legjobb negyedbe. Ha a legjobb felett nézzük, tehát a top half akkor 32% a következő évben, és 2022. decemberre mindössze csak a 7%-ok került a, a, a sikeresek közé. Ezek abszolút hozamok voltak. Vizsgálatjuk azt is, hogy milyen mértékben tudtak felül teljesíteni ezek a, az alapok. Tehát egy aktív vagyonkezelésnek nem feltétlenül az a cél, hogy abszolút hozamot érjen el, hanem a referencia indexet felülmúlja a hozamában. Ezt a, ennek a vizsgálatnak a részleteit pedig itt láthatod, tehát a, a következő évben 43% tudott felül teljesíteni, és ugye a rákövetkező évre, tehát a, az utolsó évre gyakorlatilag már csak 2,4% volt képes arra, hogy felül teljesítsen, tehát a, a kisebb része egyébként a, az összes alapnak. Vizsgálhatjuk ezt úgy is, hogy az elmúlt 5 évet nézzük meg, akkor gyakorlatilag hasonló eredményekre juthatunk, ahogy haladunk előre az időben, úgy csökken azoknak a, a, az alapoknak a, a száma, illetve aránya, a, amelyek képesek jó eredményt elérni, tehát képesek bennmaradni a, a legjobb 25%-ban. Ha a, a top-half-et nézzük, tehát a, a mintának a felső legjobb részét, akkor ott azért valamivel jobbak az arányok de hát azt lehetne mondani, hogy a, a véletlenül rosszabb arányokat látunk. Néhány konklúziót kinagyítanék nektek a, a, a vizsgálattal kapcsolatban. Mindössze csak a, az összes large cap alap, large cap részvény alapnak az 5%-a tudott két egymást követő évben a, a legjobb teljesítményt nyújtani, tehát maradni a, a top half kategóriában. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még a véletlenél is rosszabb Arányokat tapasztaltunk, hiszen a két egymást követő évnél a feltételes valószínűség nem 50, hanem 25 százalék lenne. A következő ilyen konklúzió, hogy a 2020-ban a legjobb teljesítménynyújtók, tehát a legjobb 25 százalékban benne levő large cap alapokból gyakorlatilag egyetlen sem tudott két egymást követő évben a felülteljesíteni, vagy benne lenni a, a, legjobb alapok körében. Ugye ez is a, a véletlenhez képest lényeges alacsonyabb vagy rosszabb arányokat jelentene. Összhangban, tehát a korábbi vizsgálatokkal, ezekből az adatokból is az derül neki egyrészt, hogy az alapkezelők, az átlagos alapkezelő nem képes a felülteljesítésre. Az alapkezelők egy szűk képes arra, hogy felülteljesítsen, viszont Nincsenek olyan módszereink, amelyekkel pontosan meg lehetne határozni azt, hogy melyek lesznek a felül teljesítő alapok. Nincsenek arra pontos módszerek, hogy megtaláljuk a, a szak, az igazi szakértőket. És az, amit a legtöbben csinálunk ebben a szituációban, az az, megnézzük a, a múltban legjobb eredmény nyújtó szakértőket. Sajnos ez a módszer nem működik, és nem képes. Arra, hogy nagy megbízhatósággal előrejelze a sikeres alapkezelőket. Ha ez a téma bővebben érdekel, akkor érdemes lehet rákeresned a, a legjobb befektetési alap nyomában című előadásunkra. Ebben beszéltünk olyan módszerekről is, amelyekre van némi bizonyíték, hogy a, az aktívan kezelt alapkezelők közül megtalálhatjuk a, azokat, amelyek eredményesen működnek. Köszönöm a figyelmeteket, ha az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésetek lenne, az infokugac címen találtok meg. Sziasztok!